A mai szombatnak az a neve, hogy a női szolgálatok szombatja, ami azt jelenti, hogy egy kicsit a nőkről szeretném, hogyha beszélgethetnénk ezen a mai délelőttön. Nem tudom, emlékeztek-e, az idősebbek biztos emlékeznek rá, hogy az 50-es, 60-as években a hölgyek felültek a traktorra, és szántottak. Emlékszik valaki erre? Felszálltak a darura, és darukezelők voltak. De legalábbis olvashattunk erről, nem? És hogy micsoda nagy előjog volt az, hogy a nők ilyen munkás nadrágot tudtak húzni, és egyenlő rangban voltak a férfiakkal, és megbecsülték őket, és na ez a nő, ez autóbuszt is tud vezetni, ez a nő föl tud menni az emelőgépre, és hatalmas súlyokat tud emelgetni, és azt mondtuk, hogy na végre itt van az emancipáció. Hát ennél nagyobb butaságot azt hiszem, hogy elképzelni sem lehet, annak ellenére, hogy én állítom, hogy egy nő a fölépítésénél fogva biztos, hogy milliméter pontosan le tudta engedni azt a több tonna súlyú beton darabot a másik mellé, mert nagyon jól tud koncentrálni, és nagyon pontosan oda tudja tenni. Ugye azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, hogy a sofőrök közül is a női sofőrök vagy nagyon-nagyon jók, vagy borzasztó rosszak. A kettő között nem nagyon van sofőr, tehát vagy nagyon jól vezet, vagy nem tud vezetni. Ugyanígy ezekben a dolgokban is azt mondom, hogy akiket ilyesmire bíztak meg, hogy egy autóbuszt vezessen, az úgy beállt a parkolóba, vagy úgy beállt a buszmegállóba, hogy abból biztos, hogy nem volt semmi hiba, mégis azt mondom, hogy ez nem női munka. És az a gondunk nekünk nőknek, hogy néha elfelejtjük azt, hogy milyen értékeket bízott ránk Isten. Elfelejtjük azt, hogy milyen értékesek is vagyunk. Eleve a felépítésünknél fogva egy csomó olyan dolgot tudunk tenni, amit egyetlen egy férfi sem tud megtenni. Mondok is egy-két példát. Melyik férfi az, aki leül egy másik férfi mellé, és együtt tudnak sírni? Ugye? Nevetünk rajta. Egyetlen egy férfit még nem láttam, aki együtt tud sírni a másikkal. Melyik férfi az, amelyik elmegy a kórházba és meglátogat egy beteget, és őszinte empátiával, odafigyelve, szinte a magáévá teszi annak a betegnek a gondját? Ez megint csak egy női tulajdonság. Az, hogy elmegy meglátogatni, az, hogy leül és végig tudja hallgatni, ez sokkal inkább egy női tulajdonság. A nőknek a tulajdonsága a szervezőkészség is. Nagyon sok nő nagyon jól meg tudja szervezni a munkát. Erre is mondok egy példát. Képzeljétek el, hogy egy nőnek megvan a napi három műszakja. Ugye, most nem időben mondom, hanem műszakban mondom, hogy végig kell csinálnia egy műszakot, mint háziasszony. Meg kell főznie, ki kell takarítania, ki kell vasalnia. Ez, ami a házhoz tartozik. Meg kell csinálnia egy műszakot a munkahelyén, ahol 100%-ot várnak tőle, és hát még ezután egy harmadik műszakot is el kell végeznie, amikor a gyerekeivel le kell ülnie, amikor a férjéhez kedvesnek kell lennie, és mind a három területen maximumot kell nyújtani. Melyik férfi tudja ezt megtenni? Hazajön a munkahelyéről a kedves férj, fölteszi a dohányzóasztalra a lábait, és maga elé veszi az újságot, és az újság fölött nézi a meccset. De az, hogy még egy műszakot otthon levágjon, ezt nagyon-nagyon nehezen tudná megtenni. Ebből következik az, hogy higgyük el, hogy az a feladat, amivel a Jóisten minket megbízott, és azok a talentumok, amiket kaptunk Istentől, vannak olyan értékesek, hogy nem kell nekünk a férfiaktól elkapkodnunk azokat, amiket Isten meg rájuk bízott. Nagyon sok talentum van, amit viszont csak a férfiak tudnak, és nem muszáj nekünk annyira maximalistáknak lennünk, hogy elszedjük a férfiaktól azokat a dolgokat, amiket ők kaptak. Például a férfiak azok jobban át tudnak gondolni dolgokat, talán jobban meg tudnak tervezni, az agyukban összeáll jobban a kép, talán egy kicsit lassabbak, mint mi vagyunk, de ne idegesítsen ez minket, hagyjuk, hogy ők az ő maguk tempójában elvégezzék az ő feladatukat, és legyünk megelégedettek azokkal a feladatokkal, amiket viszont a Jóisten ránk bízott. És ne akarjuk minden áron kivenni a kezükből az irányítást vagy a vezetést, mert a Jóisten tőlük fogja számon kérni, és nem tőlünk, hogy mi hogy vezettük a családunkat. Nem a mi feladatunk a család vezetése vagy a család pásztorolása.
Ezen a mai napon az a célom, hogy egy kicsit megerősítsen bennünk azokat a nőies tulajdonságokat, és elnézést kérek a férfiaktól, az ő feladatuk meg az lenne, hogy segítsenek minket abban, hogy amiket ma hallunk, ezeket jobban meg tudjuk valósítani, oké? Tehát jó lenne, hogyha egy történetet szemlélve átnéznénk azokat a nőies tulajdonságokat, amit mindannyian fejleszthetnénk magunkban ahhoz, hogy kedvesebbek, szebbek, barátságosabbak, vonzóbbak legyünk mi nők, és ezáltal egy kicsit szebb lenne a környezetünk, és jobban éreznénk magunkat, mi saját magunk is. Ahhoz, hogy ezt a történetet, illetve az, hogy erről beszéljünk, egy történetet szeretnék elolvasni veletek, és mivel ez egy elég ismeretlen történet, ezért ezt az egész fejezetet szeretném ma először elolvasni. Egy hölgyről szól az egész fejezet, és szeretném ezt a történetet elolvasni veletek együtt, mivel hogy ez a hölgy elég ismeretlen mindannyiunk számára. Sámuel első könyve 25. fejezetében található ennek a hölgynek a története. Sámuel első könyve 25. fejezetébe, és ha megengeditek, bár megy az idő, tudom, de végigolvasnám az egész történetet először, és utána visszatérünk rá, és részleteiben is végigbeszéljük, hogy mit tanulhatunk ebből a történetből. Sámuel első könyve 25. fejezete. Azután Sámuel meghalt, és összegyűlt egész Izrael. Elsiratták, és eltemették házában, Rámában, Dávid pedig fölkelt, és elment Párán pusztájába. Élt egy igen tehetős ember Maonban, akinek a gazdasága Kármelban volt. Volt 3000 juha, 1000 kecskéje, és éppen a juhait nyírta Kármelban. A férfit Nábálnak, feleségét pedig Abigailnak hívták. Igen eszes és szép termetű asszony volt. A férfi azonban durva és rossz erkölcsű, a Káleb nemzetségéből való. Amikor meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja, elküldött 10 ifjút mondván, azt mondta Dávid az ifjaknak, menjetek föl Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek a nevemben békességgel. Ezt mondjátok neki. Békesség neked, békesség házad népének és mindenednek. Most hallottam, hogy juhaidat nyírják. Amikor velünk voltak a pásztoraid, nem bántottuk őket, és semmiük sem hiányzott az alatt, amik Kármelban voltak. Kérdezd meg a szolgáidat is, ők is megmondják majd neked. Legyenek azért ezek az ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Kérlek, adj hát szolgáidnak és fiaidnak, fiadnak, Dávidnak abból, ami a rendelkezésedre áll. Dávid szolgái elmentek és elmondták Dávid nevében, Nábálnak mindezt a beszédet, aztán várakoztak. Nábál így felelt Dávid szolgáinak. Ki az a Dávid, és kicsoda az az Isai fia? Manapság olyan sok szolga van, aki elszökött az urától. Fogjam a kenyeremet, a vizemet, a marhát, amelyet a nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, akikről azt sem tudom, hová valók. Erre Dávid szolgái megfordultak, és visszatértek. Amikor megérkeztek, elbeszélték neki mindezt. Akkor azt mondta Dávid az embereinek, kösse föl mindenki a kardját, és fölkötötte mindenki a kardját, Dávid is a magáét, és fölment utána, mint egy 400 ember, 200 pedig ott maradt a fölszerelésnél. Abigailnak, Nábál feleségének azonban az egyik fiú elmondta, hogy Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék urunkat, de ő elűzte őket. Pedig azok az emberek igen jók voltak hozzánk, nem volt semmi bántódásunk tőlük, és semmink sem hiányzott az alatt, amíg velük jártunk, amikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak nekünk, mint a kőfal, éjjel-nappal, amíg velük voltunk, amikor a juhokat őriztük. Most azért gondold meg, és lásd meg, hogy mit kell cselekedned, mert itt a veszedelem, ami urunk és egész háza népe ellen. Ő pedig olyan gonosz ember, hogy nem lehet beszélni vele. Akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pörkölt búzát, 100 kötés aszuszőlőt, 200 kötés száraz fügét, és szamarakra rakta. És mondta a szolgáinak, menjetek előttem, én megyek utánatok, de férjének Nábálnak ezt nem mondta meg. Amikor a szamáron ülve a hegy egyik mellékösvényén leereszkedett, imé Dávid és az ő emberei, szemből jöttek lefelé, és összetalálkoztak.
Dávid pedig ezt mondta, bizony hiába őriztem ennek az embernek mindenét a pusztában, úgyhogy semmi híja sem maradt, semmi híja sem lett mindannak, ami az övé, mert jó helyett rosszal fizet most nekem. Úgy cselekedjék Isten Dávid ellenségeivel, most és ezután is, hogy reggelig nem hagyok még egy ebet sem abból, ami az övé. Mikor pedig Abigail meglátta Dávidot, sietve leszállt a szamárról, arccal leborult Dávid előtt, és a földig hajolt. A lábához borult, és azt mondta, ó, uram, én magam vagyok a bűnös, de hadd beszéljen a szolgálóleányod te előtted, és hallgass meg szolgálóleányod szavát. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a gonosz emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondságot csinál. Én azonban, a te szolgáló leányod, nem láttam az én uram szolgáit, akiket küldtél. Most pedig, ó uram, az élő úrra és a te életedre mondom, hogy az úr akadályozott meg téged abban, hogy gyilkosságba ess, és a magad kezével szerez magadnak elégtételt. Most azért úgy járjanak ellenségeid, mint Nábál, és mindazok, akik a vesztedre törnek, uram. Ezt az ajándékot pedig, amelyet szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért szolgáló leányod vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az úr, hiszen az úr harcait harcolja az én uram, és nem található gonoszság a te életedben. És ha valaki fölkelne ellened, hogy üldözzön, és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élők csomójába lesz kötve az úrnál, a te istenednél, ellenségeid lelkét pedig a parittyak közepéből hajítja el. És mikor az úr majd beteljesíti mindazt a jót az én uramon, amit megígért felőled, és téged Izrael fejedelmévé tesz, akkor, ó uram, ne legyen ez neked bántódásodra és szíved fájdalmára, hogy ok nélkül vértontottál, és hogy saját magad szereztél magadnak elégtételt. Mikor azért jót tesz az úr az én urammal, emlékezz meg szolgáló lányodról. Erre Dávid azt mondta Abigailnak, áldott legyen az úr Izrael istene, aki ma elém küldött téged, áldott legyen a tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál abban, hogy gyilkosságba essem, és saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizony él az Úr Izrael istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul cselekedjem, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna elém, úgy Nábálnak nem maradt volna meg reggelre még csak egy ebe sem. Akkor átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és azt mondta neki, menj haza békességgel, lásd, hallgattam szavadra, és megbecsültem személyedet. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezett, imé olyan lakoma volt a házában, akár egy királyi lakoma. Nábál mulatott, igen, megrészegedett, ezért ő semmit sem mondott el neki, se kicsit, se nagyot, egész reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kiúzanodott, elmondta neki a felesége ezeket a dolgokat. Erre elhalt a szíve és kővé dermedt. Mintegy 10 nap múlva aztán megverte az úr Nábált és meghalt. Amikor Dávid meghallotta, hogy meghalt Nábál, azt mondta, áldott legyen az úr, aki bosszút állt Nábálon, amiért engem gyalázott és szolgáját visszatartotta a gonosztól. Nábál gonoszságát pedig visszafordította az úr az ő saját fejére. Aztán üzenetet küldött Dávid Abigailnak, hogy elvenné feleségül. Elmentek azért Dávid szolgái Abigailhoz Kármelbe, és így szóltak. Dávid küldött minket hozzád, hogy feleségül vegyen. Ő pedig felállt, arccal a földig hajolt, és azt mondta, imi a te szolgáló leányod szolgáló lesz, hogy mossa az én uram szolgáinak a lábát. És Abigail sietve fölkelt, felült a szamárra, 5 szolgálójával együtt, akik körülötte voltak, elment Dávid követei után, és felesége lett. Kicsit hosszú volt a történet, de azt hiszem, hogy megérte most így végighallgatni, mert így egészében látjuk a történetet. Nézzük meg, hogy mi is történt itt, mi volt a történetnek az előzménye. Ugye Dávid és az ő követei, ahogy itt hallottuk, hányan is voltak a vitézek Dávid körül? 600. Ki emlékszik rá? Nagyon jó, 600-an. 200-an ott maradtak a csomagnál, ugye 400-an elmentek Dáviddal. Ugye Dávid Párán pusztájában tartózkodott, és ott a pusztában találkozott ezekkel a pásztorokkal, akikhez udvarias volt, akikre odafigyeltek. Ez a 600 ember ugye könnyen megvédte ezt a rengeteg birkát és a rengeteg állatot, amilyen volt Nábálnak. Mi azt mondja, hogy éjjel-nappal úgy éreztük, mintha egy kőfal vett volna körül minket, azáltal, hogy ott volt ugye Dávid serege a nyájak körül. És a keleti szokás szerint
elküldött Dávid, elküldte az ő vitézei közül egy néhányat, hogy menjetek el Nábálhoz, éppen most nyiratja a birkáit, ilyenkor mindig nagy lakoma szokott lenni, ez olyasmi, mint nálunk talán az őszi betakarítás, olyankor jön be a krumpli, a zöldségféle, a gyümölcs, stb., hogy adjál már nekünk abból, ami a kezed között van, hiszen mi megvédtük a te gazdagságodat, vagy gazdaságodat. A keleti embernél az a szokás, hogyha valaki kér tőle valamilyen szívességet, soha semmilyen körülmények között nem utasítja vissza. De a zsidók ma is erről híresek, hogy nem hagyják, hogy a körülöttük vagy a közöttük levő zsidó elszegényedjen, valamilyen módon segítenek rajta. Most lehetetlen, hogy egy ember, egy zsidó ember a segítség kérésre nemet mondjon. De arról szól ez a történet, itt a második, harmadik versben azt olvastam, hogy ez az igen tehetős ember, akinek nagy gazdasága volt, és 3000 juha, meg kecskéje, meg satöbbie volt, ezt a férfit Abigailnak hívták, illetve ezt a férfit Nábálnak hívták, a feleségét Abigailnak. A férfi az durva, rossz erkölcsű volt a Káleb nemzetségéből. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni, vajon ez a hölgy, ez az Abigail, annó. Ilyen férjet szeretett volna magának? Ilyenről álmodott? Mikor nézte magát a tükörbe, hogy fog kinézni menyasszonyként, akkor azt gondolta, hogy hát, micsoda kedves ez a Nábál is. Milyen jó kis házasságunk lesz. A gyerekeket nevelünk, és micsoda boldogok leszünk. Arra számított, hogy egy ilyen bolond ember lesz a társa, akit a gazdagság, a vagyon teljesen megbolondított, elvette az eszét? Nagyon sokan közülünk is már egész fiatal éveinkben szövögetjük az álmainkat, hogy majd milyen társat szeretnénk, milyen házasságot, milyen családot, milyen otthont. A lányok sokszor elképzelik a kedvesüket, elképzelik, hogy magas lesz, és barna szemű, vagy szőkehajú, kék szemű. És sokan gondolkodnak arról, hogy majd mit fognak ebben a házasságban tenni. Milyen legyen az otthonuk, hova költözzenek. Minden lánynak a vágya egy boldog család. Abigailról azt írja le a Biblia, hogy egy példaértékű életet élt. Azt olvasok itt a harmadik versben, hogy igen eszes volt és szép termetű. Hát amikor ez a kettő együtt van, az nagyon ritka. Ritka, mint a fehér holló. Hogy valaki szép is, meg még okos is. Ez a kettő általában nem szokott együtt járni, de ebben az esetben ennek a durva, sértő, goromba, bolond embernek volt egy szép, okos, csinos felesége. Micsoda dolog volt ez. Ki tudja, hány évig voltak már együtt. És érdekes, elolvastam az egész fejezetet, jelentkezzen az, aki hallott a fejezetből akár egy szót is, hogy ez az Abigail ez lázadott a sors ellen, haragudott a férjére, háta mögött rábeszélt. Nem érdekes, hogy az egész történetből egyáltalán nem tűnik ki az, hogy ez az asszony panaszkodott volna, tele lett volna gyűlölettel, tele lett volna dühvel az ő férje iránt. Érdekes módon, hogy ebben a sok éves, nehéz házasságban nem keseredett meg. Nem hagyta, hogy a gonosz férje uralkodjon rajta. Pedig most egy jó alkalma lehetett volna arra, hogy megszabaduljon ettől a zsarnoktól, nem? Hiszen jön Dávid, hallotta a szolgáktól, na majd az betart a férjemnek. De érdekes módon Abigail azonnal elindult, és 4 személyt mentett meg. Tulajdonképpen megmentette Dávidot egy gyilkosságtól, egy alaptalan önbíráskodástól. Tehát az első dolog az, hogy megmentette Dávidot, hogy nehogy ilyen fölösleges vér terhelje az ő uralkodását. Megmentette Nábált, a férjét, aki abszolút nem volt erre méltó, de úgy érezte, hogy mivel ő a felesége, tehát, illetve hát Nábál a férje, ezért hát kötelessége megmenteni a férjét. Megmentette az egész házanépét. Nem tudom, figyeltük-e a történetben, hogy a szolgák nem az emberhez mentek, hogy mit tettél Nábál, hanem a feleséghez mentek, hogy csinálj valamit, mert most valami olyasmi történt, hogy végünk lesz, hogyha nem lépsz közbe, és ugye megmentette a saját életét is. Tehát egy ilyen megmentő volt ebben a történetben. Tudta-e Abigail azt, hogy Dávidot választotta Isten a trónra, vagy nem? Még egyszer fölteszem a kérdést. Tudta-e Abigail azt,
hogy Dávid lesz Izrael jövendő királya. Tudta, vagy nem tudta? Hát hogy ne tudta volna, ha vissza gondoltok, hogy mit mondott neki ebbe a hosszú szövegbe, és azt mondja, hogy kérlek, ne törődj az én urammal, Nábállal, stb. Bolond az ő neve, most pedig, ó uram, az élő úrra, és a te életedre mondom, hogy az Úr akadályozott meg téged abban, hogy gyilkosságba essél, és a magad kezével szerez magadnak elégtételt. Úgy járjanak a te ellenségeid, mint Nábál. Tulajdonképpen tudta, hogy hiszen mindenki előtt tiszta sor volt az, hogy Dávid lesz Izrael következő királya, csak még nem volt a trónon. Tehát nagyon jól tudta azt, hogy miért menekült a pusztába. Tehát Abigail tudta, hogy ki ez a Dávid. Tehát a férjének is kellett ezt tudnia. De sajnos a férje úgy csinált, mintha nem tudott volna erről az egészről. Nézzük meg, hogy milyen értékei voltak ennek az asszonynak. 10 értéket találtam, amit ennek az asszonynak az életében itt megfigyelhetünk, és nézzük meg, hogy mik ezeknek az értékeknek a tanulságai a mi számunkra. Az első értéke Abigailnak az, hogy tulajdonképpen egy alázatos, hűséges, türelmes nőszemély volt. Ez olyan ritka ma, mint a fehér holló. Alázatos, hűséges, türelmes. És ez még csak az első. El tudom képzelni, hogy otthonukban hűségesen élt, férje oldalán, egyszerűen tette a mindennapi dolgát. Ez jött ki valahol a szövegből számomra. Ha valahol úgy érzitek, hogy ez nem igaz, nyugodtan jelentkezhettek. Alázatos, hűséges és türelmes volt. Második dolog, a második tanulság az, hogy okos volt. Ezt le is írja a Biblia, de ki is derül a történetből, hogy oda mer állni a király elé, és a királynak, akinek ugye a leendő király elé, a királynak lehetősége lett volna egy pillanat alatt őt eltetetni lábalól, hiszen ott volt 400 ember vele, de úgy beolvasott a királynak, ha belegondolunk, és olyan okosan, és olyan félreérthetetlenül, és olyan módon mondta el a királynak, hogy a király egyszerűen ledermett, és nem tudott mit mondani. Nagyon okos volt, fölmérte a helyzetet, és a legjobb döntést hozta meg. A harmadik dolog, hogy higgadt volt. Nem egy ilyen hűbele Balázs módjára, mi is nagyon sokszor olyanok vagyunk, hogyha valaki megbánt minket, akkor olyan hirtelen elveszítjük a türelmünket. Valahol azt olvastam, hogy a hangos beszéd az a távolságnak a jele. Akkor szoktunk hangosan beszélni, hogyha valaki messze van, hogy elérjen mondjuk oda felig, elérjen, amit mondok, ugye? Akkor hangosan kell beszélnem. És amikor kiabálunk egymással, ilyen közelről, és úgy egymás szájába, vagy egymás szemébe ordítjuk a dolgokat, akkor azt jelenti, hogy nagyon távol vagyunk egymástól. Tehát a kiabálás a családon belül az a távolság jele. Abigailtól azt tanulhatjuk, hogy higgadt volt. A negyedik dolog, amit tanulhatunk tőle, hogy fegyelmezett volt. Azonnal tett, amikor tennie kellett, és ami jót át tudott gondolni, azt szisztematikusan végigvitte. Következő dolog, az ötödik pont az, hogy tisztelettudó volt. Tisztelettudó volt a férjével, nem járatta le, nem égette, de tisztelettudó volt a szolgáival szemben is, és tisztelettudó volt Dáviddal szemben is. A következő dolog, hogy gondos volt. Nem csak magyarázkodik a férje butasága miatt, hanem bőven gondoskodott arról, amire szükség volt. Ugye itt biztos emlékeztek rá, hogy mi mindent összekészített. 200 kenyeret. 200 kenyér, az nem semmi ám. Még akkor is, hogyha ilyen zsömle, ilyen ellapított zsömle nagyságú, vagy egy kicsivel nagyobb kenyerekről van szó, de 200 darab. És azt mondja, hogy 2 tömlő bor, az is el tudom képzelni, hogy a szamára az úgy roskadott alatta, 5 juhot elkészítve, ez sem kevés, 5 mérték pörkölt búzát, 100 kötés aszuszőlőt, 200 kötés száraz fügét, és ezeket szamarakra rakta. Tehát gondoskodó volt. Aztán a következő, hogy körültekintő volt. Arra is figyelt, hogy a leendő király, azaz Dávidnak a hírnevén ne essen csorba. Nem csak a saját dolgaiban volt körültekintő, hanem még Dávidra is odafigyelt.
Aztán azt olvashatjuk, vagy azt vehetjük észre, hogy egy hívő asszony volt, egy Istenben hívő asszony, aki tudta, hogy mi az Isten akarata, és ez minden cselekedetében világosan megnyilvánult. A következő dolog az, hogy lehetett rá számítani. És ezt megint még egyszer mondom, hogy a szolgák hozzámentek. Mert tudták, hogy a gazdasszonyra lehet számítani. Tudta, hogy kihez kell, tudta a hírvivő, hogy kihez kell menni a hírekkel, kinek kell elmondani a problémát, és tudta, hogy Abigail a legváratlanabb esetben is kivágja magát, és meghozza a megfelelő döntést. És végül az utolsó, a tizedik pont, hogy egy bölcs és jóságos asszony volt. Készen volt áldást mondani arra, aki tulajdonképpen az életére tört, Dávidra. Az Abigail egész életén átsütött valami plusz, valami pozitívum. Én megmondom őszintén, amikor ezt a történetet elolvastam, és így összegyűjtögettem ezeket a dolgokat, akkor magamban azt mondtam, hogy de szeretnék ilyen lenni. De szeretnék ilyen kedves lenni. De szeretnék olyan lenni, akire lehet számítani. De szeretnék a nehéz helyzetekben is olyan higgadt, kiegyensúlyozott maradni. Olyan jó lenne türelmesnek lenni. Olyan jó lenne mindig gondoskodni a környezetemről. Olyan jó lenne, hogyha sugározna belőlem, hogy Istennel milyen kapcsolatban vagyok. Olyan jó lenne, hogyha egy ilyen alázatos, hűséges, türelmes, szeretőszívű asszony lehetnék. Nézzük meg, hogy mi lett Abigailnak a jutalma. Abigailnak jutalma nagyon sok lett. Egyrészt az, hogy Isten megszabadította ettől az embertől. Tudta azt, hogy szüksége volt erre az iskolára, mert ebben az iskolában, a nehézség iskolájában tudott a jelleme ilyenné válni. Férjem szokta mondani, ő mielőtt elvégezte volna az egyetemet, egy munkahelyen dolgozott, ahol szövőgyárba dolgozott, és ilyen szövőgépek karbantartásával foglalkozott. És azt mondta, hogy volt a szövőgyárban egy hátsó épület, és abban a hátsó épületben volt egy nagy dob. És ez a dob, egy ilyen kör alakú, egy dob, és ebbe belerakták a különféle alkatrészeket, amik rozsdásodtak, elkoptak, meg különféle már úgy elhasználódtak, és beleszórták ebbe a dobba ezeket az alkatrészeket, és beindították ezt a dobot. És még vasforgácsot tettek közéje. És elindították ezt a dobot, és azáltal, hogy ez a dob nagyon gyorsan pörgött, mindenféle rozsdát egyszerűen úgy lekapart róla, vagy úgy lecsiszolt róla egymással is, meg a vasveszelékkel is kapcsolatba kerültek, és ez igaziból megcsiszolta ezeket az alkatrészeket, és úgy vették ki egy 48 óra múlva ebből a dobból ezeket az alkatrészeket, hogy gyönyörűen ragyogtak. Hogy néha, jó Isten, beenged minket ilyen dobokba. Beenged nehézségekbe, amikor egymástól is kapunk, amikor külső körülményektől is kapunk, de csak azért, hogy kicsiszolódjon a jellemünk. Nos, Abigailnak ki kellett várnia ezt az időt. Ki tudja, hány évig voltak házasságban ezzel a szerencsétlen emberrel, de Abigailnak ott kellett élnie ahhoz, hogy ennyire jobban kicsiszolódjon a jelleme. De hányszor problémázunk azon, hogy a mi házasságunk, a mi életünk, az én körülményeim, az én betegségem, az én szomszédasszonyom, az én munkahelyem, ugye van rengeteg gond, amivel napról napra összetalálkozunk. Nem gondoltunk arra, hogy esetleg Isten pont ezért enged meg nehézségeket az életünkbe, hogy lecsiszolja rólunk azokat a kiálló részeket, amik még gátolnak abban, hogy tökéletesen álljunk meg Isten előtt, tökéletesen álljunk meg az emberek előtt. Abigail élete nagyon sok tanulságot tartogat, ami számunkra, de én hármat szeretnék kiemelni az ő életéből. Nagyon sokszor befolyásolja az életünket a neveltetésünk. Azt hiszem, hogy ezt mindenki aláírja. Hogyha átgondoljuk azt, hogy mit kaptunk, mit hoztunk a szülői háztól, mit tanultunk az életünk folyamán, akkor tegyük föl magunknak azt a kérdést, hogy azt a sok jót, amit kaptam, azt hogy kamatoztatom? Mert Abigail azt, amit hozott otthonról, azt, amit tanult Istentől, azokat a belső sugallatokat, amiket úgymond kapott, azt nagyon jól tudta használni, nagyon jól tudta kamatoztatni. Hát az első dolog, hogy amit kaptunk pozitív talentumokat, pozitív képességeket, azt vajon hogy tudom kamatoztatni? Mennyire kamatoztatom? Vagy csak úgy ülök rajtuk?
Például, hogyha valakinek van ilyen, hogy vendégszerető, és erre szüleitől kapott példát, mert a szülei is mindig hívták a vendégeket, akkor mennyire nyomom el magamban ezt, vagy mennyire nem törődök ezzel? Vagy esetleg pont én is igyekszem, hogy még tovább fejlesszem? Mert Abigail ezt tette. A második dolog, amit tanulhatunk tőle, az, hogy ő egy ilyen tisztelettudó, és egy ilyen Isten előtt élő ember volt. És ahhoz, hogy Isten cselekedhessen rajta keresztül, ahhoz alázatra van szükség. Vajon mennyire vagyok alázatos? Mennyire vagyok alázatos, mint nő? Mindig az utolsó szó az enyém kell, hogy legyen? Mindig én vagyok a legfontosabb? Mindig csak azért is úgy kell lennie mindennek, ahogy én azt elképzeltem? Mennyire vagyok megmentő a másikkal? Mennyire akarom az ő javát? Szigeti Jenőt hallottam, itt délelőtt említettétek. Szigeti Jenő testvér szokta elmondani, hogy amikor kicsik voltak, ők Lacival nagyon kis különbség, korkülönbség van köztük, és azt mondja, hogy egy szombaton reggel az anyukája felöltöztette a Jenőt is, meg a Lacit is, fekete szandál, fehér zokni, sötétkék rövid kis nadrág, és fehér kis rövidújú ing. És a Laci nagyon rossz volt. És az udvaron kiküldte anyukájuk, hogy na menjetek, amíg fölöltözünk, menjetek ki az udvarra, de jók legyetek. És akkor a Laci az első, amit megtalált, egy pocsolya. És belement a gyönyörű ünnepi ruhájával, és addig taposott a pocsolyába, míg a zoknia is sáros lett, meg fekete lett, de még a kis nadrágja is, meg mindenhova fröccsögött, mindenhová. És addig szekálta a Jenőt, hogy nem mersz belelépni, te nem mersz belelépni, mert te szerencsétlen vagy, te nem mersz belelépni, amíg a Jenő is megmutatta, hogy dehogy nem tudok belelépni. Mert azt gondolta a Laci, hogy azáltal, hogyha a másik is ugyanolyan bűnös, akkor az én bűnöm kevesebb lesz. Hányszor vagyunk így, hogy azt gondoljuk, hogy a másiknak a bűnétől, akkor én nem látszom annyira bűnösnek, nem látszom annyira piszkosnak. Holott pont fordítva igaz, hogyha megpróbálok felemelni valakit, attól nem leszek kevesebb. Hogyha megpróbálok szeretni valakit, akkor engem is jobban fognak szeretni, attól leszek értékesebb. Nem akkor, hogyha én is ugyanarra a szintre megyek. És a harmadik tanulság az életében az, hogy nem mindig sikeres, vagy legalábbis nem mindig tűnik sikeresnek a szolgáló élet. Nem mindig látszik úgy, hogy aki türelmes és alázatos és higgadt, az egy sikeres ember, de Isten mindent tud, és Isten könyvébe úgymond fel van jegyezve minden. És ő tudja rólunk, hogy mennyit szenvedünk, tudja rólunk, hogy milyen betegségeink vannak. Nem kell azt elmondanunk, világgá kürtölnünk, Isten nagyon jól tudja. Hogyha le tudjuk tenni Isten kezébe az életünket, akkor nem probléma az, hogyha nem látszik olyan sikeresnek az életünk, mert Isten szemében azok leszünk. Mert ennek az asszonynak is elhozta a sikert abban, hogy Dávid felesége lehetett. Annak a Dávid királynak, aki Izrael máig legnagyobb királya. És ennek a felesége lenni azért nem egy kis dolog. És meg lett a földön is a jutalma. De azt hiszem, hogy az örök élet jutalmát is megkapta. Mi nem tudjuk befolyásolni a körülményeket. Nagyon sokszor a körülmények jönnek, de a döntéseinkért mi vagyunk felelősek. Az, hogy hogyan válaszolunk, a stressznél van az, hogy nem az a kérdés, hogy mi történik, hanem hogy én hogyan reagálok rá. Hogy vajon hogy tudunk reagálni a minket ért bántásokra, minket ért nehézségekre. A mi atyánk azon van, hogy nekünk segítsen, a mi oldalunkon áll. És Isten azt szeretné, hogyha ezen a mai alkalommal mindannyian egy olyan hívásra válaszolnánk, amikor Isten azt mondja, hogy drága gyermekem, drága lányom, téged egy helyre állítottalak. Lehet, hogy nyugdíjas vagy, lehet, hogy magányos vagy, lehet, hogy elveszítetted a társadat, lehet, hogy nem néznek rád a gyerekeid, lehet, hogy betegségeket hordozol. De egyet ne felejts, én ott állok melletted, és Isten minden egyesünk számára egy külön tervet készít. Isten mindegyikünk mellett ott áll, és azt akarja, hogy örök életünk legyen. Jöhetnek nehézségek, mint abba a dobba, hogy egymásnak ütődünk, hogy jönnek a vasreszelékek, hogy jönnek a nehéz körülmények, de ezek mind azért vannak,
hogy lecsiszolódjon a jellemem. Vajon engedem-e Istennek azt, hogy az én jellememen dolgozzon? Engedem-e azt, hogy kikristályosodjak? Isten nem úgy áll az életem fölött, hogy valahol fönt a mennyekbe, itt van ez a föld, aztán magára hagyom, lesz vele, ami lesz, hanem minden egyesünkre külön-külön odafigyel. És amikor minket bántanak, amikor minket bánat ér, amikor meghal valakink, amikor a gyermekeink eltávolodnak tőlünk, amikor betegség sújt, akkor Isten nem egy külső szemlélőként nézi azt, hogy hát szerencsétlen, ugye úgy kell neki már a sok bűne miatt, akkor most hagyd szenvedjen, hanem együtt sír velünk. Együtt érez minket velünk a fájdalmunkban. És ott van, és tartja a kezét, és azt mondja, hogy fogd meg a kezemet, gyermekem, mert nálam van az erő. Szép feladat nőnek lenni. Én azt gondolom, hogy igen. Olyan feladatok, olyan terhek, olyan örömök, olyan lehetőségek vannak a kezünkben, amit egyetlen egy férfi sem tud végigcsinálni. Ezek a gyönyörű tulajdonságok, amiket itt elmondtam, ezek mind olyan női tulajdonságok. Higgyük el, hogy Istennek különleges nagy terve van mindegyikünkkel. Mindegyikünknek a szívébe oda helyezett valami csodálatos égkövet, valami csodálatos kristályt, amitől azokká lehetünk, akik vagyunk. Isten mindegyikünket fontosnak tart, és mindegyikünket azért adott, hogy valahogy örömöt vigyünk a környezetünkbe. Legyünk hálásak ezért. Találjuk meg azt a pontot az életünkbe, amit egyértelműen érzünk, hogy ezt Istentől kaptuk, amiben egyértelműen érezzük azt, hogy ez egy olyan adottságom, ami nincs másnak, és ezt nem kell szégyelni. Örüljünk annak, hogy Isten körülvet minket olyan erőkkel, olyan talentumokkal, olyan lehetőségekkel, amitől szebb lehet a környezetünk, szebb lehet körülöttünk a világ. Abigail élete egy örök példa legyen mindannyiunk számára. Tulajdonképpen én itt felolvasnám azokat, amiket megtanulhattunk tőle, mert túl sok, hogy egyszerre elmondjam. Hűséges volt, megbízható, bölcs, jóságos, körültekintő, higgadt, fegyelmezett, gondos, tisztelettudó, alázatos és türelmes volt. És mindezt úgy tette, hogy nem döngette a mellét, hanem végezte a mindennapi munkáját. Én kívánom, hogy mindannyian tapasztaljuk meg azt, hogy milyen jó dolog, hogy Isten különleges szeretetével vesz körül minket, különös ajándékokat adott mindannyiunknak, és különös feladatokat bízott mindannyiunkra, és tudjuk meg, hogy az erőt is megadja hozzá. Isten adjon nekünk nagyon sok erőt, hogy azt a feladatot, amit kaptunk tőle, azt az ő dicsőségére jól tudjuk elvégezni. Amen.